Üljön csak le oda a székre. Rendben. Biztos, hogy nem kér semmit? Nem, köszönöm. Doktor úr, én nagyon hálás vagyok, hogy eljött. Bizonyára megérti, hogy miért nem könnyű nekem elmenni bárhová. Persze. Ne aggódjon. Nem ön az első páciensem, akivel az otthonában foglalkozom. Szóval, Kata, kérem, mesélj el, hogy mióta tart ez. Több mint egy hónapja. Több mint egy hónapja nem nyitotta ki a szemét? Nem. És volt már korábban is ilyen időszak az életében? Előfordult, hogy nem nyitottam ki egy-két napig. A leghosszabb időszak ezelőtt egy hét volt. Miért nem nyitja ki a szemét, Kata? Nem merem. Miért nem? Mert nem akarom látni őket. Kiket? Kiket nem akar látni? Ahogy csak a szemem sarkából látom őket. Egy pillanatra. Aztán meg ott állnak előttem és rám bámulnak. Akárhová megyek, mindenhol ott vannak. Nem értem, Kata, hogy kikről beszél, de itt és most nyugodtan kinyithatja a szemét. Nincs itt senki rajtunk kívül. Csak én látom őket. Mások nem. Most biztosan azt hiszi, hogy még őrültebb vagyok, mint aminek idáig gondolt. De hogy nem gondolom ezt. Csak szeretném megérteni. Itt a lakásban is találkozott már velük. Igen, persze. Állandóan. Egyszer csak megjelennek, aztán meg eltűnnek. Érti már? Csak úgy tudom kizárni őket, ha csukva tartom a szememet. Értem. Értem. De Kata, az beláthatja, hogy így nem lehet élni. Ez tönkreteszi az egész életét. Nem tud normálisan dolgozni, párt találni, családot alapítani. Igen, tudom. Felül kell kerekednie a félelmein, és szembe kell nézni velük. Vegyen egy nagy levegőt, és nyissa ki a szemét. Nem merem, minden félek. Mitől fél? Mit fog látni, ha kinyitja a szemét? Kérem, próbálja meg elmondani. Az, hogy itt vannak körülöttem. Itt vannak, és bámulnak rám a rideg tekintetükkel, a roncsolt testükkel. Hallottak. Kata, Kata, kérem, higgyen nekem, nincs itt senki. De igen, mindig megtalálnak.
higgye el, hogy az égvilágon senki nincs itt. Kérem, hogy segítsek. Vegyen egy nagy levegőt, és nyissa ki a szemét. Legyen bátor. Bátran. Azért telefonálok, mert Balogh doktort baleset értem ma reggel. Ezért nem tud elmenni ma önhöz. Tessék? Igen. Autóbalesete volt. Azonnal meghajt a helyszínen. Sajnálom, hogy feleslegesen várt rá eddig. Ha gondolja, keresünk önnek egy másik pszichiátert a klinikáról. Kiváló szakemberek dolgoznak nálunk. Haló? Itt van még? Hölgyem? Haló?